Gyakorlatilag védikus kultúra, hogy most így szokás mondani, de nem a védikus kultúra a lényeg, hanem védikus kultúra lelki kultúrát képvisel. A lelki kultúra, ez a mi eredeti kultúra, a szvarupánok. Nekünk van a saját örök természetünk, mint lelkeknek, ami sose változik. Amikor mi testbe vagyunk, anyagi testbe, úgy hívják, hogy svabáva, ideiglenes természetem. Most vagyok férfi, aztán utána leszek nő, most vagyok professzor, utána leszek egy utcaseprő, svabáva. De lelki vagy védikus segít megnyitni a társadalom tagoknak a lelki helyzetet, ami örök, és ehhez megfelelő szeretett viszonyokat. Amikor én tudom, hogy ki vagyok, akkor fel fog ébredni szeretet Isten iránt és mindenki más iránt.